Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Ma este Hargita megyébe, illetve Udvarhelyszékre kalauzoljuk Önöket. Szó lesz arról, hogy metropolisz övezetté alakul Székelyudvarhely és vonzás körzete. Megnézzük, mi kellene legyen a jól csengő név mögött. Beszélni fogunk arról, hogy milyen az RMDSZ-es vezetésű megyei önkormányzat viszonya Gálfi Árpád székelyudvarhelyi polgármesterrel, aki körül egyre inkább fogy a levegő. Terítéken lesz Udvarhelyszék, illetve Hargita megye fejlődési lehetősége, de Hargita megye pénzügyeiről, illetve a háttérben zajló vélt vagy valós hatalmi játszmákról is szó lesz. Aki a kérdéseimre válaszol, az Biró Barna Botond, a Hargita megyei önkormányzatnak az alelnöke, az RMDSZ Udvarhelyszéki szervezetének a vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A legfrissebb hír Székelyudvarhely körül, Udvarhelyszéken az az, hogy metropolisz övezetté alakul a város, illetve a város vonzás körzete. A javaslat öntől származik, ön hívta fel egy évvel ezelőtt erre a lehetőségre a figyelmet, a lehetőség szót ön használta. Mi kell ahhoz, hogy a metropolisz övezet jól csengő név mögött valóban egy lehetőség is legyen, lehetőséget rejtsen az, hogy metropolisz övezetté alakul Székelyudvarhely, illetve több település a város körül? Azzal kezdeném talán, hogy a metropolisz övezet ez valóban csak egy jól csengő név, mert egy fejlesztési társulásról beszélünk, éppen azért, mert a metropolisz övezeteket szabályozó törvény, benne a jogászok úgy látták, hogy Székelyudvarhely és a környéke nem feltétlenül tud beilleszkedni, ezért fejlesztési társulást hoztunk létre. 15 önkormányzatról beszélünk, 14 udvarhelyszéki polgármesteri hivatal, önkormányzat, udvarhely súlyponttal, illetve mi 15-ként a megyei önkormányzat. Ezelőtt egy évvel, amikor a Csíkszeredai és Csíkszeredai metropolisz övezetet hozták létre a csíki kollégáink, akkor jeleztem Gálfi Árpád polgármesternek, hogy érdemes lenne szerintem egy hasonlót Udvarhely és Udvarhely környező településeivel létrehozni. Azért, mert tetszik, nem tetszik, az önkormányzat határainál az emberek nem állnak meg, a problémák, a kihívások nem állnak meg, és ha lehetőségünk van arra, hogy a Székelyudvarhely, és első körben, amit én a legfontosabbnak tartottam, és mai napig azt tartom, hogy a Székelyudvarhellyel szomszédos önkormányzatok, illetve a város tudnának közösen gondolkodni olyan kihívásoknak a megoldásáról, mint például a közlekedés. Ugye Székelyudvarhelynek a egyik legnagyobb problémája az az, hogy nincs egy megfelelő elkerülő útja, és ha elkerülő utat tervezünk, vagy tervez a város, akkor érdemes lenne már úgy gondolkodni, hogy az az elkerülő út, amit meg fognak építeni, az 40-50 éven belül ne járjon úgy, mint a jelenlegi terelő út, hogy bekerül az agglomeráció közepébe vagy a sodrásába. Tehát ne kelljen ismét a következő 100 évben ne adjunk munkát az utókornak azzal, hogy ismét elkerülő utat kell építeni. És Székelyudvarhelynek a fekvése az abból a szempontból is érdekes, hogy egy elkerülő úttal nem lehet minden forgalmat, teherforgalmat elirányítani, ezért érdemes több szempontból ezt megvizsgálni. Ez az egyik olyan dolog, ami létjogosultságot ad egy ilyen fejlesztési társulásnak, egy ilyen közösen való gondolkodásnak. A másik a bicikliút hálózat. Azt látjuk, hogy egyre népszerűbb a családok körébe is az, hogy nyári időszakban bringázzanak, biciklivel járjanak, akár a természetbe is. Az egy fontos családi időtöltésnek is minősül, és ha azt veszük alapul, hogy Székelyudvarhelytől egész a Szejkéig van már egy megépített bicikliút, azt lehetne folytatni, hiszen Farkaslaka önkormányzatának van egy elkészített terve, hogy Farkaslakát szinte a Szejkéig összekössék, ide viszont szükségünk van még Felsőboldogfalva községre is, hiszen a lengyelfalvi eltérőnél az övék a terület. De beszélhetnénk más olyan fontos dolgokról is, mint például az egészségügy, ahol érdemes közösen gondolkodni, hiszen a Székelyudvarhelyi Kórház a térséget, nem csak a székelyudvarhelyi embereket, hanem az egész térség betegjeinek nyújt megfelelő szolgáltatást, és hát a Székelyudvarhelyi Kórháznak van Székelykeresztúron is egy alegysége. Itt jött a fontossága annak, hogy Székelykeresztúr is tagja legyen egy ilyen fejlesztési társulásnak. Ez a fejlesztési társulás
azért jelent lehetőséget, mert az önmagában már egy lehetőség, hogy önkormányzatok együtt tudjanak gondolkodni és együtt tudjanak cselekedni olyan kérdésekben, amik közös kihívások. Ez nagyon szépen hangzik. Maros említette a csíkszeredai példát, hogy egy évvel ezelőtt döntöttek, hogy Metropolis övezetet hoznak létre Csíkszereda körül. Marosvásárhelyen, illetve Marosvásárhely körül az országban elsőként hozták létre 2005-ben. 2005. Most 2022-t írunk, és az elmúlt 17 évben igazából nem érzett a lakosság semmit abból, hogy Metropolis övezet van. Látjuk a táblát, amikor bejövünk, hogy Metropolis övezet, mikor jött ön Székelyudvarhely felől Marosvásárhely irányába, akkor is láthatta, hogy ott van a tábla, de annyi. A közlekedés, tömegközlekedés mai napig sincs megoldva a város és a peremtelepülések között, és ez azért történt, vagy ez azért nem történhetett meg, azért nem lett semmi egyelőre még a projektből, mert igazából politikai csatározásoknak a terepévé vált a Metropolis övezet, mint olyan szépen csengő szlogen. Mi a garancia arra, hogy Székelyudvarhelyen, illetve a környéken nem fog ez megtörténni? Gálfi Árpádról beszélünk, aki független, megyei önkormányzat, RMDSZ-es vezetésű, RMDSZ-es polgármesterek, Székely Keresztúrt említette, ahol erdélyi magyar néppártos a polgármester. Mi a garancia, hogy egy irányba mennek? Brassóba is elég sokat járok, és ott is látom a Metropolis övezetet. És valóban ott, ahol van egy gazdasági súlypontja ennek a Metropolis övezetnek, mint például a Brassó városa, az azért kihatással van, és érdemes tervezni a környező 30 kilométeres körzetébe. Ugye a Metropolis övezet erről szól. Fejlesztési társulásról beszélünk, de nevezzük Metropolis övezetnek az udvarhelyét is, mert mégiscsak szépen cseng. Ha azt nézzük meg, és válaszolok az ön kérdésére, és csak előbb engedje meg, hogy gazdasági szempontból egy picit közelítsen meg. Ha azt nézzük meg, hogy Székelyudvarhelyen a vállalkozók, a gazdasági szféra, az ipari övezet az hogyan alakul, hol van, és milyen fejlődési lehetőségei vannak, akkor azt látjuk, hogy Székelyudvarhelyen nagyon ipari zónának fejlődési lehetőségei nincsenek. Tehát ez egy beszűkült tér, és ebben a tekintetben pedig érdemes lenne, és érdemes elgondolkodni azon, hogy az ipari zónát és az ipari, tehát a vállalkozásokat, a cégeket, a gyárakat, a környező települések esetében felelhető, megfelelő területen ipari övezeteket alakítani ki. Gazdasági szempontból a város és a térség már nagyon régóta szimbiózisban él, hiszen nagyon sok, nem csak a környező településekről, hanem akár messzebbről is, nagyon sok ember dolgozik Székelyudvarhelyen. Tehát indokolja ez azt is, hogy a tömegközlekedést meg kell oldani. Arra amúgy egy külön fejlesztési társulást készülnek létrehozni Székelyudvarhely és a környező települések, éppen azért, mert közszolgáltatás lévén egy fejlesztési társulás egy közszolgáltatást végezhet. A politikai csatározásokra visszatérve, én abban hiszek, hogy nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy politikai csatározásokba elsikkadjon egy-egy olyan lehetőség, ami talán az utolsó. És miért mondom azt, hogy az utolsó? Azért az utolsó, mert hogyha figyelembe vesszük azt, hogy akár a helyreállítási alappal mekkora összeg támogatás érkezik különböző ágazatokra, különböző területekre, Romániának, és mekkora fog hasznosulni, akkor azt látjuk, hogy ez egy olyan egyszeri alkalom, amit bűn, talán azt is mondhatjuk, hogy bűn nem kihasználni. Ha pedig azt nézzük, hogy hogyan érkeztek az infrastruktúrális fejlesztésekre a kormánytámogatások az elmúlt évtizedekben, akkor a Penedelének rövidített kormányprogram, ami 2017-ben volt, azt hiszem a Penedelé 2-s, akkor mi nagyon büszkék voltunk, mert 450 millió lej támogatás érkezett egész Hargita megyébe. Víz, csatorna, úthálózatok megépítése és bővítése, illetve közvilágítási rendszereknek a megépítésére. Most az Angel Salini programban csak Udvarhelyszéken hasznosul ekkora mértékű összeg. Én azt látom, hogy és következik az Európai Unió következő 7 éves ciklusának a támogatási rendszere,
ahol ezeknek a fejlesztési társulásoknak is lehetőségük lesz, tehát eligibilisek a pályázati rendszerekben. Onnantól kezdve, hogy egy ilyen fejlesztési társulásnak van egy adminisztratív személyzete, és ez nagyon fontos, hogy ki lesz az a gyakorlati vezető és munkatárs, aki az önkormányzatok érdekeit összehangolja, és az önkormányzatokat együttműködésre tudja késztetni, vagy együttműködésre tudja ösztönözni. És majd letenni a megfelelő pályázatokat, és ezáltal forrásokra tenni szert. Én azt hiszem, hogy az, hogy Székelyudvarhely polgármestere ennek a fejlesztési társulásnak az elnöke, mert így döntöttünk az alakuláskor, ez megelőlegez egy olyan bizalmat, ami egyrészt a tisztségnek jár, hiszen azt mutatjuk, hogy Székelyudvarhely város köré szerveződik és köré csoportosul ez a fejlesztési társulás, és megadjuk annak a lehetőségét, hogy a város érdekei tudjanak ebben megfelelőképpen érvényesülni. Én nem véletlenül említettem Gálfi Árpád nevét, mondja ön, hogy megelőlegezik neki a bizalmat. Arról a Gálfi Árpádról beszélünk, hogy a felvezetőben is mondtam, a polgármester úr körül fogy a levegő, a párt kihátrált mögüle, amelyik színeiben polgármesteri megnyerte a választásokat. A szakértők hagyják el a polgármesteri hivatalt. Tehát félő, innen legalábbis Marosvásárhelyről úgy tűnik, hogy félő, hogy az elkövetkezendő időszakban igencsak mélypontra jut Székelyudvarhely. És az mélypontra jut Székelyudvarhely, mélypontra jut a még meg sem született metropolis szövezet. Az az igazság, hogy hosszú vajudás volt, ameddig megszületett ez a fejlesztési társulás, és ez is már arra sarkolt, vagy egy próbája volt az együttműködésnek. Mert voltak már itt olyan surlódások, amik igaz, hogy szakmai oldalról érkeztek, de a kihívás mégis az volt, hogy politikailag felül tudunk-e lépni ezen. Azt, hogy az udvarhelyi polgármester milyen politikai közegben hogyan mozog, erről nem szívesen beszélnék vagy nyilatkoznék, mert jelen pillanatban nincs értelme ezzel foglalkoznunk. Ezzel a választási kampányban érdemes foglalkozni. Nekünk már többször volt udvarhelyszéken, hogy igazunk volt, vagy igazunk lett, és amikor elmondtuk azt, hogy nem lesz ez egy jó megoldás Székelyudvarhely és a székelyudvarhelyi emberek számára, akkor nem hitték el nekünk. Azt hiszem, hogy most már egyre többen adnak igazat nekünk, és rájönnek arra, hogy mi nem kizárólag, vagy kimondottan a politikai kampány hevében tettünk kijelentéseket, hanem mi ezt felelősen tettük akkor is. De felelősen kell viselkedjünk most is. És a mandátum felénél mi nem tehetjük meg azt, még akkor is, hogyha úgy értékeljük, hogy a polgármesternek a munkája hagy kívánnivalót maga után, hogy őt támadjunk, hogy szeretjük vagy nem szeretjük, intézményesen kapcsolatot kell tartani vele. A székelyudvarhelyi embereknek a döntése az volt, hogy Gálfi Árpád vezesse a várost, ahogy az volt a székelyudvarhelyi emberek döntése a megyei önkormányzatnál és akár a parlamenti választásokon is, hogy az RMDS kapott többséget. És ezzel a székelyudvarhelyi emberek azt üzenték nekünk, hogy a következő 4 évben próbáljunk meg együttműködni az ők érdekükben. Mi most ezen dolgozunk. Mi nem kértük a polgármester lemondását, mi nem támadjuk mindenféle politikai lózungokkal. Mi azt próbáljuk, sokszor nehéz, de azt próbáljuk elősegíteni, hogy az intézményes együttműködést tudjuk fenntartani. Mi ebben vagyunk érdekeltek, és nem azért, mert 24-re Gálfi Árpáddal vagy nélküle tervezünk, hanem azért, mert a székelyudvarhelyi emberek megérdemlik azt, hogy azok, akiket ők választottak, azok összefogjanak az ők érdekükbe. És ilyen horderejű kérdésekben, mint egy terelőút kérdése, össze kell fogni, kötelességünk összefogni, és hadd mondjak ehhez egy példát, a januári, még a költségvetés megszavazása előtt, amikor volt udvarhelyszéken egy polgármesterekkel egy beszélgetésünk, a terelőút és a város közszállításának, illetve a város
forgalmának tehermentesítése érdekében, akkor azt kérte az akkori városmenedzser tőlem, vagyis azt vetette fel, hogy nem tudják, hogy ők 1.300.000 lejbe kerül a megvalósíthatósági tanulmánya a terelőútnak, és nem tudják, hogy ők a saját városi költségvetésükből félretegyenek-e, leszakítsanak egy ekkora összeget, és mástól elvegyenek, úgy, hogy még nem látják a finanszírozási forrást, majd a technikai terv és a beruházás megvalósítására, akkor első szóra azt ígértük, és az első tanácsülésen, vagy az első közötti tanácsülésen el is fogadtuk, hogy a megyei önkormányzat 1.000.000 lejt ebből átvállal. Azért, mert ezt tudjuk, hogy elsőrendű prioritás, és elsőrendű prioritásként kell kezeljük mindenkinek, aki udvarhely vagy udvarhelyszéken dolgozik, vagy udvarhelyszék, vagy udvarhelyért dolgozik, vagy ott választották meg őt. Az RMDSZ udvarhelyszéki szervezetének az elnökeként kérdezem öntől. Megértettem, hogy most Gálfi Árpád kritizálásának nem most van az ideje, most az együtt dolgozásnak van az ideje. 2024 a melegítenek, ha jelölt jelöltek már? Azért mondom, hogy a kritizálásnak nem most van az ideje, mert az a tapasztalatunk, hogy még az építő jellegű kritikát is sajnos sokszor támadásként veszik, és ilyenkor mindig megnehezedik utána az együttműködés. Természetesen mi ugyanúgy, ahogy 2020-ra is készültünk, ugyanúgy készülünk 2024-re is, bízunk benne, hogy most azért nagyobb sikerre. Udvarhelyszék és Hargita megye gazdasági helyzete, említette azt itt korábban ön, hogy székely udvarhely kinőtte magát, beszűkült, ezért a peremtelepülések azok, ahol inkább lehet gondolkodni vállalkozásokban. Van fogadó közeg székely udvarhelyen, udvarhelyszéken, illetve vannak vállalkozók, akik érdeklődnek udvarhelyszék iránt? Székelyudvarhelyen is érdemes vállalkozásokba gondolkodni. Én amire értettem, az az ipari parkoknak a kiépítése. Tehát az 5-8-10 hektáros ipari parkoknak egybefüggő területet már Székelyudvarhelyen nagyon nehéz találni. Van értelme ipari parkot építeni? Van értelme ipari parkot építeni. Érdeklődés is volt az elmúlt években. Viszont hely hiány miatt sokan odébb mentek. Most példákat nem szeretnék mondani, de mi a következő időszakra abban vagyunk érdekeltek, hogy olyan ipari parknak megfelelő területet tudjunk létrehozni, a megfelelő alapinfrastruktúrával, tehát a közel legyen és összekötetésben legyen a nemzeti úttal, gáz és villany hálózattal kiépítésével, ami lehetőséget fog teremteni arra, hogy gyárak, nagyobb vállalatok ide költözzenek. Mi azt tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb érdeklődéssel vannak Európának ez a szeglete, ez a térsége iránt a nagyobb gyárak és vállalkozások. Udvarhelyen és az udvarhelyszéki vállalkozói kedvről pedig minden statisztikai adat azt mutatja, hogy udvarhelyszék az, ahol a leginkább vállalkozó kedvűek, vállalkozó szelleműbbek az emberek, és ezt az is bizonyítja, hogy a Hargita Business Center inkubátorház, amikor megépítettünk és átadtuk, nagyon sokan attól tartottak, hogy nem fogják belakni a vállalkozók. És a megindítás után az első hónapban telt ház volt, és jelen pillanatban is a Hargita Business Centernek a menedzsmentje minden évben 10-12 céget eltanácsol, hogy újabb 10-12-t fel tudjon venni. Tehát van egy fluktuáció, és mindig tele van. Emellett a város nyert még egy inkubátorháznak, egy termelő inkubátorháznak a megépítésére pályázatot, ebben ugyanúgy a megyei önkormányzat részes, olyan téren, hogy az önrésznek a felét vállaltuk, hogy mi fogjuk kifizetni. De tovább megyek. Az elmúlt év decemberében kaptuk meg a kiértesítést, hogy Székelykeresztúron is az a regionális operatív program,
keretében benyújtott pályázatunk, ami a székelyudvarhelyi inkubátorház megépítését, kialakítását, létrehozását jelenti, nyertes lett. Így ott a székelykeresztúri önkormányzattal együtt, és akkor itt ez egy válasz arra, hogy a néppártos polgármesterrel az együttműködésünk is jó. Létre fogunk hozni a következő időszakban egy vállalkozó inkubátorházat, egy kreatív kisipari ágaknak szóló inkubátorházat. Tehát van egy pezsgő vállalkozói szféra udvarhelyszéken, azt nem tudom mondani, hogy az elmúlt évek nem nyomták rá a bélyegét, a válság, a koronavírus 2020-bani betörése, majd utána a sorozatos leállások, meg nyitások. Ez biztos, hogy nagyon sok új kihívást jelentett a vállalkozóknak. Voltak olyanok, akik ez idő alatt átprofilálódtak, voltak olyanok, akik ez idő alatt beruháztak és fejlesztettek, és azt látjuk, hogy a következő évekre ugyancsak egy gazdasági válság fogja rányomni a hatásait és a negatív hatásait, érezni fogjuk Udvarhelyszéken, Hargita megyében, Erdélyben is, ezért a legfontosabb az, hogy megpróbáljuk előre kiszámítani azt, hogy mit fog hozni a jövő, azért, hogy a vállalkozásokat tudjuk felkészíteni arra, hogy hogyan alkalmazkodjanak az új világhoz. Azt látjuk, hogy ha megnézi szerkesztő úr a 20. századot, akkor ilyen 30-40 évente történtek nagy világméretű gazdasági válságok. Igen ám, de a 20. században sokkal nehezebben tudott kinőni, fejlődni, terjeszkedni egy vállalkozás. Ma a 2009-10-es gazdasági válság után alig telt el 10 év, és itt van a másik gazdasági válság. Igen ám, de az internet, a social médiának a világában sokkal gyorsabban is tudnak kinőni vállalkozások. Tehát a mai világban nagyon gyorsan lehet nagy profitra szert tenni, viszont nagyon gyorsan mindent el lehet veszíteni. És éppen ezért a vállalkozóknak abban kell segítenünk, hogy napra készek legyenek a gazdasági történésekkel, a világban zajló változásokkal, és tudjanak minél jobban felkészülni arra a jövőre, vagy arra a holnapra, ami következik, hogy ne meg tudjuk akadályozni azt, hogy mindent elveszítsenek. Nekünk az az érdekünk, hogy a vállalkozások profitábilisak legyenek, hogy jól működjenek, és nem azért, hogy egy-két vállalkozó, egy-két cég tulajdonos gazdagodjon, hanem azért, hogy az embereknek a munkahelyei biztonságban legyenek. Milyen területeken látja röviden, hogy az adásidőnk a kitörési lehetőséget, a fejlődési lehetőségeket Udvarhelyszéken, valamint Hargita megyében? Udvarhelyszéken mindenképp az ipart tudnám első helyre tenni, illetve a mezőgazdaságot Udvarhelyszéken, és azt a jövőt tekintve talán fontos az, hogy a vidék megtalálja, újra visszataláljon önmagához, termelni tudjon, hiszen a várost el kell látni étellel, tápanyaggal. De a kreatív ipar is nagyon fontos, az IT a mai dataizmus világában. Talán az IT-szektor ahol a legkönnyebben lehet kamatoztatni a tehetséget, és mondhatjuk azt is, hogy a nem helyhez kötött munkavégzési lehetőség itt van. De nyilván turizmusért a megyében, a megyei önkormányzatnál én felelek, és hát nem tudok elmenni az mellett, hogy a turizmusban egy óriási lehetőséget látok. Sajnos ennek a lehetőségnek a kiaknázásához még nem érett meg a mi közösségünk, talán mi sem. Talán még mi sem látjuk azt, hogy hogyan kellene a legmegfelelőbben a turizmusból kenyeret tenni a lakosság asztalára. És talán azért nem, mert nagyon sok esetben Svájchoz hasonlítjuk magunkat, holott nem Svájchoz kellene hasonlítsuk magunkat, és nem azt kellene nézzük, hogy azt, vagy olyan házakat, vagy olyan szolgáltatásokat alakítsunk ki, hozzunk létre, ami Svájcban működik,
hanem azokat a technikákat kellene ellessük, amivel Svájcban, vagy akár Franciaországban a helyi adottságokból és lehetőségekből, helyi erőforrásokból a lehető legtöbbet ki tudják hozni, és a lehető legvonzóbbá tudják tenni. Van, amire építeni nálunk, akár azt is mondhatnám, hogy a Szejkefürdőn, éppen a Covid idő alatt létrehozott mini erdély park, amit a Székelyföldi legendárium és Fazakas Szabós barátomék álmodtak meg, az egy utazás befolyásoló tényező. És mivel utazás befolyásoló tényező, a mini erdély park a környéknek mindenkinek jót tett. Ilyen beruházásokra és ilyen szolgáltatásokra szükség van, és akkor beszélhetünk arról, hogy a szállásadók, a vendéglátók is teltházzal fognak működni egész évben. Van még 3 perc az adás időnkből, nekem pedig 2 kérdésem. Augusztus elején arról olvashattunk az Erdély Átlátszó portálon, hogy üres Hargita megye tanácsának a kasszája. Most szeptember közepét írunk, még üresebb, vagy sikerült feltölteni? Hát hadd csak annyival kommentáljam ezt, hogy a Hargita megye tanácsának a kasszáját azt nem az Átlátszó Erdély kezeli, ezért ők szerintem nem is tudhatják azt, hogy üres vagy nem üres. Félreértelmezhettek bizonyos jelenségeket. Mi azt látjuk, hogy habár nehéz év van, mert ezt nincs is a miért vék alá rejtsük. Elszálló anyagárak, elszálló energiaárak, egy ilyen évben nagyon oda kell figyelni, hogy mire költünk. Voltak költségvetés módosításunk, voltak megszorítások, aprók. Mindenhol megpróbáltuk azt figyelembe venni, hogy a működést azt és a fontos beruházásainkat, illetve a kulturális tevékenységünket ne térdepeltessük meg. Szintén az Erdély Átlátszó ír arról, hogy Biró Barna Botondnak megromlott a viszonya a megyeelnökkel, akinek egykor a bizalmasa volt. Igen. Ezt hogyan kommentálja? Van azt, egyes források szerint nem is beszél ön Borbély Csabával? Hát ez nem igaz. Én Borbély Csabának 2020-ban a legnagyobb támogatója voltam a választási kampányban, és azt hiszem, hogy most is egy nagyon jó kollegiális kapcsolatunk van. Hétfőn vezetőségi ülésünk volt, több mindent beszéltünk meg, például a részvételi költségvetés körül felmerülő problémákat. Tegnap Bukarestben együtt voltunk vele, Barti Tiamérral és a többi országos önkormányzati tanácstaggal a parlamentben. Van egy íratlan alkú hírlik, hogy vetésforgószerűen a Hargita megyei önkormányzatnak az elnöki tisztségét Csíkszék, Udvarhelyszék, valamint Gyergyószék adja. Ön melegít 2024-re? A hídon akkor megyünk át, amikor odaérünk. De visszatérve a vetésforgóhoz, 2020-ban szerettük volna visszahozni írásban, akkor nem sikerült ez, és nem Udvarhelyszék miatt, tehát nem miattunk. Szerintem ez újra elő fog, napirenden fog lenni, és én bízok benne, hogy egy bölcs döntést fogunk tudni hozni Hargita megyében, amivel a 3 térséget és a térségi együttműködést tovább erősítjük, és nem pedig szakadékokat, vagy konfliktusokat, vagy ékeket helyezünk a 3 térség közé. Így tud a megye fejlődni, hogyha együttműködünk. Zárjuk ezzel az optimizmussal a beszélgetésünket Biró Barna Botondnak, Hargita megye tanácsának az alelnökének, az Udvarhelyszéki RMDSZ elnökének. Köszönöm, hogy itt volt a 24 plusz stúdiójában és válaszolt a kérdéseimre. Köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket, akinek a vendége Kelemen Hunor miniszterelnök helyettes, az RMDSZ elnöke lesz. A viszontlátásra.